Idefele jövet pont említettem az operatőr kollégának, hogy nála többet talán csak a feleségemmel beszélgettem áprilisban, annyira sűrű a menetrend itt az NB3-ban. Most hogy áll a csapat? Ugye nagyon jó széria után jött egy vereség. Igen, ahogy mondott, az volt egy 8-as győzelmi, illetve egyik volt ebbe a 8-as szériába. Sajnos most ugye nem sikerült szerdán nyernünk, de hát dolgozunk tovább. Úgy volt, hogy ha nem győzünk, akkor nem lesz szabad nap, de adtam a srácoknak egy szabad napot, csütörtöki napot megkapták, úgyhogy ma találkoztunk először, ma holnap edzünk, vasárnap meg a videóton ellen bajnoki mérkőzésre készülünk. És ha már a videóton észre lehet venni, észre kell venni, hogy amióta van két komoly visszajátszó, hogy az első csapatban történt változások miatt, azóta jönnek az eredmények a fehérvári második számú együttesnek. Igen, hát biztos, hogy sokat számít, hogy két rutinos, jó NB1-es tapasztalattal rendelkező játékos visszajátszik. Nem tudjuk, hogy hétvégén mennyien jönnek vissza, kik lesznek, hogy lesznek, de nem is ezzel foglalkozunk mi. Nincs tehát konkrétan mondjuk ki elemezve a visszajátszók száma, a visszajátszók minősége, mert például legutóbb az Izivadze is játszott ellenünk. Igen, hát arra számítani kell, hogy ezek a játékosok, hát ott is más lehet a fejekbe, de ahogy hallom, tehát ők segítenek a csapaton, és az ellenünk, amikor az Izivadze játszott, ugye lesérült ellenünk pont, de jó jött ki belőle, mert elvitt egy Bundesliga 2-es csapat utána, de itt a viccet félretéve, addig nagyon sok bajt okozott, tehát center pozícióba játszott, addig voltak helyzetei, illetve sokkal agilisebb volt a támadó játékuk. Ugye 5-0-ra tudtunk győzni, de addig teljesen jó támadó játékot játszottak. Én is figyelem az ellenfeleknek a teljesítményét, látjuk, hogy nagyon jó formában vannak. Úgyhogy megverték a Puskás Akadémiát, Kelent, most a Zsámbékot legutoljára, úgyhogy biztos, hogy egy erős ellenféllel fogunk találkozni, de még egyszer mondom, hogy mi csapatszinten gondolkodunk, természetesen odafigyelünk ezekre a jó játékosokra, vagy kiemelkedő, illetve rutinos játékosokra, de csapatszinten gondolkodunk, úgyhogy szeretnénk megnyerni ezt a mérkőzést, mert van bennünk hiányérzet, bennem is, játékosokban is, de visszatérve a Bicskére, ez már elmúlt. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült győzni, vagy legalább pontot szerezni, de ezért most ezt a csorbát ki kell javítani, és vasárnap mindent megtenni azért, hogy 3 pontot szerezünk. Ugye a szerencse a szerencsétlenségben, hogy bár kikaptunk Bicskén, de botlott a Puskás is, így a differencia megmaradt a 3. és a 4. helyezett csapat között. Igen, örülünk neki, de most már nem is foglalkozunk a Puskással, mert nem azért nem foglalkozunk, mert tök jó, hogy ők is már mint idézőjelben nekik nem jó, de nekünk jó, hogy pontokat veszítettek. De igazán mi nekünk csak arra kell koncentrálni, nem a Tatabányára, a Veszprémre, a Puskásra, a kerületre, hanem csak a mi dolgunkra. Tehát mindenkinek 100%-ban fejben itt kell lenni, és nem azon gondolkodni, hogy na vajon most mit játszik a Puskás, meg mit játszik másik csapat. Nekünk meg kell nyerni ezeket a mérkőzéseket, amik itt hátra vannak, és az első lépcső, a legfontosabb lépcső most a videót elleni hazai mérkőzés lesz.